Hát az eredmény alapján azt mondom, hogy hízelgő számunkra. Nem úgy sikerült a találkozó, hogy ezt mi elterveztük. Most lehetne megint kifogásokat találni, hogy nem komplett a csapatunk, tehát valójában ugye egy balátlövőink hiányoznak, ez meglátszott a játékunkon is. De én azt mondtam, hogy ez a mi csapatunk, aki ma pályára lép. Azzal kell kezdjem, hogy szerintem lesakkoztak ma a pályáról. Nagyon okosan, nagyon jól játszottak a balatonfürediek. A Máté Dominikot nem tudtuk tartani, 11 gólt sikerült, vagy 12-t, vagy nem tudom, a 25-ből lőnie. Ez nagyon nagy baj, már mindent kitaláltunk, emberfogás, nyitott védekezés, egysoros védelem, de nem működött semmi. Ma egységesen, gyengén produkáltunk, úgy gondolom, az egész csapat. Talán az az időpont is szokatlan volt számunkra, nem tudom, ez a vasárnap, hogy késő, hosszú volt a hét, nem tudom, keresem nyilván én is az okát, hogy mi az, amiért ennyire enerváltan kézilabdáztunk. Védekezésben sem nem voltak megállító faltok, alig-alig követtünk el szabálytalanságot, vagy olyan szabad dobást, ahol tördeltük volna az ellenfél játékát. Tehát nagyon azt lehet mondani, hogy rengeteg zicsert, rengeteg helyzetet kihagytunk, elhibáztunk. Ha csak a felét értékesítettük volna, ami hely lehetőségünk volt, még az is elég lett volna talán. Az utolsó szakaszához az a csapat, az dicséret illető, hogy próbált egy kicsit főzárkozni, tehát nem egy ilyen megalázó vereségbe belemenni, de ez a produkció mindenki ellen kevés lesz. Tehát össze kell kapni magunkat, várjuk nyilván azokat a srácokat, akik majd esetleg a csapatot erősíteni tudják. Látok olyan szerkezeti problémákat is, hogy akik keveset tudnak edzeni velünk, mégis sokat várunk tőlük, nem tudják azt a produkciót hozni, amit mi, és nyilván ők is szeretnék, ahogy segítsenek nekünk. Tehát sok-sok problémával küzdünk. Egy kicsit sajnos ez a felkészülésünk is ilyen volt. Ez mutatta, hogy a ligakupa eredmények is, akár az edzőmérkőzések, felkészülési mérkőzések is. Csalódott vagyok, mert van egy álmunk, és az álom az volt, hogy ezt a tavaszi fordulót hibátlanul megcsinálni. Hát rögtön így belehibáztunk. És ez azért baj, mert az ellenfelek is látják az eredményeket, és akkor azt gondolják majd, hogy ez a csapat sebezhető. Tehát gyorsan össze kell kapni magunkat, pénteken megyünk a Nekára, a Neka is ugye elbotlott idegenbe, talán az utolsó előtti helyezett pénzügyőr ellen, úgyhogy nehéz feladat vár ránk, hogyha ha nem tudjuk összekapni magunkat.